Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, kozmikus üzenetek, mégpedig november 21-ére. Ezek a felvételek nem naponta jelennek meg, hanem akkor, ha történik valami fontos, és én ezt látom a napi horoszkópban, akkor felhívom erre a figyelmeteket. És ez a felvétel most november 21-éről szól. Mi várható ezen a napon, mire kellene odafigyelni? Vénusz bolygó az a szerelem bolygója, de utal ránk hölgyekre is. Most van egy kapcsolat Vénusz bolygó és a Hold között, ahol érzelmekről van szó. De mi, hölgyek, vizsgálgatunk valamit, vagy feltesszük a kérdést, bízhatok az ő érzelmeiben, igen vagy sem. Eddig is olyan sok csalódás ért, inkább visszahúzódó leszek. Lehet, hogy ezen a napon ez nem jó, ha ilyen szigorúak vagyunk magunkkal szemben, vagy kritikusak vele szemben. Hiszen megvan a kapcsolat, megvan az érzelmek, de figyelembe kell venni azt, hogy számára fontos a szabadság érzete, és nem kedveli most azt, ha kritizáljuk őt. Tehát legyen meg a könnyűség, a vidámság, a kommunikáció, ez segíteni tud a mai napon. A nap és Plutó bolygó között van egy jó kapcsolat. Itt inkább hatalomról van szó. Lehet, hogy ez a politikai eseményekre hat ki, kinek van szava, ki uralkodik a másik felett. Tehát itt van egy kis konkurencia. A Hold. A mai napon a Sardabisa holdházban van. Lefordítva, ez azt jelenti, hogy 100 szerencse, vagy 100 félelem. Itt, ezen a területen, ahol a hold most mozog, nagyon sok szerencse csillag van, ami szerencsét hoz nekünk. És mi elfogadhatjuk ezt a lehetőséget, ezt a szerencsét. De a háttérben ott vannak a félelmek. Mi van akkor, ha ez nem sikerül? És ezek a félelmek blokkolnak bennünket. A mai napon az a fontos, hogy tegyük át magunkat a félelmeken, hogy szerencse legyen. És ha van kapcsolat a lelki társunkkal, vagy gondolunk rá, akkor nem olyan kritikusan nézzük a helyzetet, hanem legyenek ötletek, legyen vidámság, kommunikáció, egy találkozás, mert az visz előre bennünket. Az hoz szerencsét a mai napon. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender rám!